ön sértve érezte magát, amikor elhangzott a parlamentben a Ficsúr jelző a fideszesekre? Bolond lukból, bolond szélfúj. Mi erről és másról is kérdeztük a képviselőt a politikai közéleti műsorunkban, ahol ismét előkerült az állami kompenzáció kérdése, amit nem kapott meg Jászberény. Tervezi-e, hogy felszólal a parlamentben az ellen, hogy a kormány nem adott kompenzációt Jászberény városának? Tervezném, ha nem látnám az érem mindkét oldalát. A megye leggazdagabb városa Jászberény. A kormány támogatásnak és a vállalkozók szorgalmának köszönhetően Jászberényben több mint 1 milliárd forinttal több lesz az idén a támogatás. Egyébként pedig tény. Budai kijelentette, neki nem kell ennek a kormánynak a pénze. Amikor a tanítóképzővel kapcsolatban kellett együttműködést aláírni, nem írta le. Amikor Gulyás Gergely miniszter azt kérte, hogy a hitelszerződés kapcsán írjunk együtt egy kérelmet, nem írta le. Kulturális támogatásra lehetett volna szerezni jó pár millió forintot, 3 hétig könyörögtem írásban, mire az utolsó pillanatban megkaptam. Most Bató Edit és Kedély alpolgármester megkeresett, hogy a Jász Múzeum beázik, ígértem, hogy szerzek rá 50 millió forintot, csak kérek egy hivatalos levelet. Azt mondta Budai, ettől a kormánytól és ettől a képviselőtől nem kér. Akkor most kérünk, hogy nem kérünk. A kormányrovat legfontosabb témája a 2022-es költségvetés volt. A kormány 2022-es büdzséje bizakodó, 5,2%-os gazdasági növekedést várnak, és 79,3%-ra csökkentenék az államadóságot. Részleteiben 7308 milliárd forint jutna a gazdaság újraindítására, ebből beruházásokra 550 milliárd, munkahely megőrzése 460 milliárd forint. 769 milliárd forinttal több összesen 2848 milliárd jutna az egészségügy fejlesztésére. Vasút és közút fejlesztése összesen 379 milliárdot költene a kormány, miközben 483 milliárddal több jutna a családok támogatására, mint az előző évben. 381 milliárddal támogatnák a lakásépítést, és a 25 év alattiaknak teljes SZIA mentességet adnak a tervek szerint. Mindjárt látnak egy táblázatot a nézők, ugye ez a jársági útfejlesztésekről szól ez a történet. Látunk ütemezést, ütemtervet. Ez mennyire lesz tartható, mennyire lehet készpénznek venni ezt a táblázatot? Sok olyat tud sorolni, amikor mondtam valamit, és azt nem lehetett a végén készpénznek venni? Hát most így csípőből talán nem, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt. Nézze, jól megfontolom, jól megrágom, amikor valamit kimondok, ez minden témában igaz. Amikor ezt a táblázatot kitettem, arra is igaz. Egyeztettem a közútigazgatójával, az a táblázat az úgy hiteles, hogyha föld az éggel össze nem ér, valami katasztrófa nem lesz, akkor az adott időpontban ezek az utak el fognak készülni. A tervezett jársági útfelújításokról, az egyre élesedő parlamenti csörtékről, az önkormányzatoktól elvett ipai és gépjárműadó visszaadásáról, a Jászapátin egyre feszülő indulatokról, majd az elmúlt hónapban a jársági településekre érkezett fejlesztési forrásokról is kérdeztük a képviselőt a májusi történéseket értékelő politikai műsorban. A teljes magazin keresse a Jászsági Térségi TV Facebook és YouTube csatornáin, illetve a jttv.hu oldalon.